találtam valami újat, valami egészen újat. És pedig ezt találtam ki, hogy biciklin filmezzünk. Biciklin készítünk videót. És jaj, de jó ez a videó. Közben lehet filmezni a villanyoszlop, az ott a kazinó, a volt kazinó épülete, amiben a Voodoo Child, nem tudom mit, ilyen a kultúr múzeumot. Lássuk, valóban két rendőr megállítanak, de nagyon néznek, igen, általában néznek. Nem hiába vagyok visszaeső. Na szóval, ez az újdonság, hogy biciklivel, múltkor azért állítottak meg, mert nem volt lámpa. De annak már van, hogy 2-3 éve a Györfalvi negyedben biciklizottam ugyancsak ezzel a Clues Bike-kal. Itt van, mi lehet látni. Lehet látni, gondolom, hogy lehet látni. Itt hajtom a lábbal. Kézzel meg evezek. És megállítottak, hogy miért nincsen rajta lámpa. Ezen van lámpa, csak éppen nem ég. Pedig megnéztem, közben itt a kazinót lehet. Szóval voltam itt művészeti képkiállításon, Podinak, a Podoljánunknak a kiállításán. Világhírű román festő, nem tudom mennyire világhírű, de nekem a haverom is. Na, de mindjárt jön a sétatér. Mármint ez a sétatér, és mindjárt a sétatéri tóhoz evezek, mert az a legérdekesebb attrakció. Itt még ilyen fák vannak, hogy nem tudom, hogy milyen. Szóval lehet látni, gondolom. Közben még a kazinónak az eleje érdemes megvigyilálni. Most ez a szobor, azért is körbejárom ezt a szobrot, közelről, én nem tudom, hogy mi látszik és mi nem látszik ebből a szoborból, hogy megálljon a videóm, vajon még működik? Bár újabban, amióta vettem USB-t, azóta működik hosszabban lehet videózni. Na hát ez a sétatér estve, és este. A sétatérnek ez a része. Ez a sétatér közepe, táján. És itt jön a tó. Már itt is vannak a rucák, kacsák, nem tudom mik ezek. De van belőle egy rengeteg. Most egy helyben eteti valaki őket. Ezt, hogyha működik, akkor jól lefilmezzük. Közelről, bicikliről. Tetszik látni, mennyi kacsa van, vagy rucák, vagy mik ezek, libák. Tehát nem tudom megkülönböztetni mai napig a libát a rucától, de látható volt, azt hiszem. Erre még vissza kéne térni. Ezekre a rucákra. Van itt minden, ruca, liba. Menjünk vissza, lássuk, van még ruca. Ez a sétatéri tó lenne, ott a kioszt. Itt volt a kazinó, és ott a hátam mögött a kioszt világít olyan gyönyörűen. Egy gyönyörű. Na hát a rúcák itt vannak, a libákkal, meg a kacsákkal. De most egy kicsit szét vannak szorozva, mert az előbb egy helyben voltak. Régen voltak hagytyúk is, hát amúgy az már lekopott a hattyú állomány. Na, és itt a kazinónak ez a része, a Casino to Beast. És megyünk. Mindjárt odaérünk a torna felszerelésekhez. Hát még a torna felszereléseket, az edző felszereléseket bemutatom, hogyha még tart ez a videó. Itt vannak.
Ugye elütünk valakit itt szépen, ügyesen. Hát ezekkel kell torrászni, itt mindenki tudja, hogy mi ez, nem kell sokat mutogatni. Én ezen szoktam néz, ezen a kezemet edzem. Hát nem itt akartam, nem ezt akartam bemutatni, hanem az erdőbe szándékoztam eredetileg filmezni, így néz. Az ember bemegy az erdőbe, és akkor itt ez a nagy izgalom. Csak itt nincs fény, és mindjárt oda baszom magam. Sötétbe valaminek, vagy neki megyek, vagy nekem jön valami. Még nem is tudom, mik vannak. Nem tudom, hogy ki mit lát itt. Ott messze, távolban van a... Van ez az. Most megint ugyanott, hogy körbe jöttem, csak hogy most az erdőbe karikázok. Van egy kis gödör. Remélem, hogy nincs túl nagy. Ott az Arany János utca. Hoppá, egy kutya. Ez a francia bulldog. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Ez érdekelt engem, hogy az erdőben karikázni és filmezni. Az erdőben való karikázást filmezni. Hát ezek a lámpák, nem tudom milyen lámpák, de a szakállam meg van nőve, azt hiszem. Hát szóltak, hogy már nagy a szakállad, de még nem elég nagy. És nem tudom, merre menjek, hogy több erdőt tudjak bevenni a képbe. Mert aztán félek is az erdőbe menni, mert nem tudom, hogy mibe botlok bele. Botlok, és aztán vannak kutyák. Pedig itt állítólag nem lehet, nem szabad kutyázni. De csak egyszer volt, ez változik, van, amikor megengedik, és van, amikor betiltják a kutya sétáltatást a sétatéren. Most átlavírozunk itten a... Nem tudok, hogy átlózok lavírozni egy ilyen kis hídon. Ugye megmutatom, miről van szó. Van egy ilyen kis híd. Tetszik látni azt a hídat? Nem tudom, látszik vagy nem látszik. Azon kéne átmenjek. Hát megpróbálom. Nem az a gond a híddal, hogy nem lehetne átmenni. Egy kis bökkenő van ott, ahol meg kell ugratni a biciklit. Átmentem egyen. Most jön még egy. Ezen már nincsen akkor a bökkenő. Bökkenő az az, amikor szóval a híd és a... Nincs egy ilyen finiszelt... Na, hogy magyarázzam? Van egy kis lépcső, amit fel kell lépni. Nincs bicikli számára elrendezve. Ez egész, de most bemutatom így, hogy miről mit nem tudok elmondani szóban. Itt a híd, ugyebár látszik, és itt a bicikli, szerintem simán kéne, hogy felmenjen a kerék. El kéne legyen rendezve, de nincs. És ez a kis bökkenő. Na, mit csajoztam eleget ma? Azt hiszem, hát még lenne, mert bicajoznék holnapig.